Zámbó Marcell vagyok, az Andrews Kft. Munkatársa. Most nem annyira az Andrews-os megszokott témákba fogunk előadást tartani. Alapvetően az Andrews hálózatbiztonsággal és mindenféle hasonlókkal foglalkozik. Na most valamiért a kijelző nem működik természetesen. Be van ez zúgva? Biztos? Jaj, de örülök ennek én. No, hát akkor magamról addig, ahhoz nem kell slide. Én Zámbó Marcell vagyok, körülbelül 11 néhány éve foglalkozom Linux-szal, de ezt talán olvashattátok is a... Tud valaki ebbe segíteni, hogy képet kapjak? Nincs jel. De ez előbb még volt jel, mert egyszer már kipróbáltuk. Ha bedugom a gépetbe a pendrive-omat, azon lehet jelet csinálni? Jó, oké. Most tesztelünk egy gyorsat. Bocs. No. Hát a szétesettségem két dolognak köszönhető. Egyik az, hogy van egy másfél éves kisfiam, aki fogzik, egyszerre négy foga jön. Múlt héten költöztünk, gyakorlatilag dobozokból élünk, és nem alszunk, mert a gyerek fogzik. Ennek köszönhetően a feleségem nagyon nyugodt, és mindenféleképpen buzdított arra, hogy vállaljam el ezt az előadást a dobozok pakolása helyett. Itt van. Ki kell hajtani. Le kell törni. És beletenni a mobiltelefonba. No, tehát hogy készült, vagy hogy született ez az előadás? Az FSF egyik oszlopos tagja, kurátora, elnöke felvetette, hogy micsoda dolog az, hogy ugye szépen csöpögtetve kapjuk az információkat a Windows 8 megjelenése kapcsán, hogy micsoda formabontó és technológiai újdonságokat vezetnek be, melyeket még senki soha semmilyen oprendszeren nem látott. A 10-es verziót az nagyon jó lesz, köszönöm. Ott a PDF-et. Az. És egy vezető. Ó, de jó. Neked az előbb sikerült elérni, hogy ne logjon ki? Nem. Nem? Akkor én megoldom. Egy pillanat. No, ez de biztosan nem kell. Jó. Jó. Nagyjából a képben vagyunk. No, hát akkor kezdjük el. Vagy, igen, nem sikerült. Elsőre azt mondja, hogy view, continue helyett ilyet szeretnék látni. No, hát nem Windows 8 téma, de azt gondolom, hogy az FSF konferencián mindenképpen illene megemlékezni róla. Nem tudom, hogy más előadók beszéltek-e róla. RIP. Nyugodj békébe. Ricsi bácsi. Ha esetleg nem tudnátok, akkor ő az egyik társalkotója a Unix rendszereknek. 1969-ben alkották meg, Kenny Gennel közösen, és még sokan másokkal. Illetve melléktevékenységeként azt a C-nyelvet is ő hozta létre, amiben sok minden más is született. Nézzük, és még mindig nézzük, hogy hogy is jutunk el a mennyei boldogsághoz. Nem erről lesz szó. Talán beleférünk. Jó, kezdjük kicsit távolabbról. Ugye számtalanszor elhangzik az a kritika, hogy míg mondjuk Windowsból egyféle van, addig Linuxból rengetegféle van, a felhasználókat összezavarja ez a sokszínűség, és az a rengeteg disztribúció, és az a rengeteg verzió, hát ez így nem jó, és a felhasználók össze lesznek zavarodva. Nézzétek meg ezt a kicsi szlájdot, hányféle Windows van jelenleg használatban, vagy hányféle volt, vagy nem volt. Ha megnézitek, körülbelül 5-7 desktop oprendszert használnak ma világszerte, vagy inkább azt mondom, hogy Magyarországon. Ne nevessetek, használnak még Windows 95-öt, meg Windows 98-at. Önkormányzati, meg egészségügyi szektorban rengeteg olyan gépet látok, ahol még ez van, és boldogan használják. Az, hogy a 10 éves, idén 10 éves Windows XP a piaci penetrációnak több mint az 50%-át teszi ki. Tudom, már a HUPO megjelent olyan hír, hogy már lement egész 48%-ra.
de megoszlanak a vélemények. Van, én megláttam olyan elemzést, ami 2011 március utáni, amiben meg még 60%-os volt a részesedése. Mindez igaz a szerver platformra is, bár ott kisebb a sokszínűség, ott is azért 2-3 fő irányvonal van, ami vegyesen használható, illetve Windowsból is vannak az egyebek, amik se nem szerver, se nem desktop alkalmazások, vagy hát szervernek hívjuk őket, de nem igazán lehetne szervernek nevezni. Ezeket itt látjátok felsorolva. Most ezt, hogyha így összeszoroznánk, vagy összeadnánk, teljesen mindegy, alap típusból itt láttok szerintem olyan 10-12 fajtát. Ezekhez nagyon zavaró, hogy gerjedek, ha esetleg valaki segítene, hogy ne gerjedjek. Ha ezeknek a figyelembe vesszük a main verzióit, main és sub editionjeit, mit értünk ezzel alatt, ugye Ultimate Edition, Home Premium, Enterprise, Isten tudja, még sokféle van. Ha ezt a szorzást így elvégezzük, akkor egy olyan százas nagyságrendű számot kapunk csak a verziókból és editionökből, amik között a szoftveres kompatibilitás bizonyos szinten megvan, de nem annyira, mint amennyire azt a marketing feltétlenül sugallja. Tehát jó sok olyan alkalmazás van, ami nem működik desktopon, de szerveren igen, a 32 bites verzión nem fut, a 64 bitesen igen, és így tovább. És ne felejtsük el, hogy bár lehet, hogy ez nem így van már teljes egészében, de a nyelvi verziók is külön változatnak számítanak. Tehát nagyon kevés olyan Windows van, vagy lehet, hogy egy sincs, mert ennek nem jártam utána, aminél jobb klik, language change, és megváltoztatom Swahiliről, nem tudom, burmaira a nyelvet, úgyhogy nem telepítettem újra. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy ez is egy mítosz, hogy csak sokféle Linux van, és egyféle Windows van. Nem, nagyon sokféle Windows van, kicsit kevesebb féle egyébként, mint Linux. Jó? Nézzük tovább. Miről fog szólni ez az előadás? Hát ugye a Windows 8 újdonságairól. Mikor fog megjelenni ez a Windows 8? A Windows 8 az a desktop operációs rendszerének a neve a Microsoftnak, a következőnek. Erről a hírek szerint már körülbelül 2012, tehát jövő év közepén fog megjelenni. A szerver verzióról arról már demóztak, meg tartottak mindenféle ilyen kis bemutatókat, de konkrét kiadási dátumot én még nem találtam. Jó, erről fogok most beszélni. Ez a tematika út a Windows 98, vagy Windows 98-ig, igen, 8-ig. A desktop és szerver, jó, de ezen menjünk, mert úgyis erről lesz szó, nem kell ezt itt nagyon rizsázni. Nézzük röviden a Windows 8 desktop újdonságait. Lecserélődik a 15 éve használt Explorer-es felület egy Metro nevű újdonságra. Nem állítom, hogy csúnyább, mint az Explorer. Tehát azért azt be kell látni, hogy mindig is a szépségéről volt híres. Gondoljátok végig, hogy 15 éve ez a default felülete a Windowsnak, tehát a Windows 95, amikor megjelent, azóta ezt használja minden termékében mindenhol. Ez hány felhasználónak rögzült az agyába, hogy a számítógép az így néz ki. Tehát ugye ez olyan, mint hogy a Word a dokumentum file, az Outlook az e-mail file, a számítógép meg a Windows. Tehát ez fog megváltozni sok ember fejében. Teljes egészében nem tűnt el a régi felület, mert regisztriből vissza lehet kapcsolni. Ugye gondoljatok bele, hogy több felhasználó felület között fognak a felhasználók váltogatni. Itt a több egyelőre kettő, de ki tudja, lehet, hogy a Microsoft kedvet kap, és még több felületet fog csinálni. Hát ez hogy össze fogja zavarni szerencsétlen felhasználókat? Ha gondoljatok bele, az Office 2007-nek a megjelenése mekkora fejtörést okozott otthon nagymamátoknak, anyukátoknak és a többi egységsugarú felhasználónak. Azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb váltást fog jelenteni, mint maga az Office váltás volt, hogy megváltozik az a jól megszokott kis környezet. Mondanom sem kell, hogy Linuxon, Unixon ez egy nagyon régi képesség, oda-vissza tudunk kapcsolgatni grafikus felületek között. Most mivel nem az én notebookomon dolgozok, nem mutatom be, de a legtöbb ablakkezelőnek van egy Minus Replace kapcsolója, amivel menet közben tudok ablakkezelőt váltani. Tehát át tudnék váltani KDE-ről, GNOME-ra, GNOME-ról OpenBox-ra, ICVM-re, stb. Anélkül, hogy bezárnák ablakokat. Közben a nyelvet is át tudnám állítani, meg néhány ablaknál is át tudnám állítani, tehát lennének lengyel nyelvű ablakaim, meg magyar nyelvű, meg nem tudom, amit szeretnék. Jó? Tehát ez az egyik nagy változás a desktop vonalon. Nézzük a desktopnak a másik érdekes vált, vagy másik page-ét, amit összeraktam. Megszűnt
a startmenüs keresés. Nem tudom, azt kihasználta. Tehát azzal megtalálni valamit, az... Tehát... Indexelési szolgáltatás, hogyha nem kapcsoljuk be, mert ez alapban nincs bekapcsolva a Windows Vista-nál, a 7-nél sem, csak az XP-nél volt még, akkor nem lehet vele keresni. Szerintem úgy se, de... Köszönöm a kiegészítést. Igazából, aki a find-grab kombót tudja használni, az sír, amikor ezt kell használnia. Jó, megszűnik az XP mód, ez ugye kompatibilitási módok voltak, jobb-klik, tulajdonságok, nem tudom, XP módba futtatok egy alkalmazást. Én nem találkoztam ilyennel, hogy csak abba futott volna, de aki esetleg ilyenre volt kényszerítve, annak jó hír, hogy ez megszűnt, és hogyha ilyet akarsz, tegyél föl egy virtuális gépbe egy XP-t, és abba tudod futtatni. 16 bites alkalmazások alapból nem támogatottak. Ez negatívumnak tűnhet, az a két dolog, amit elmondtam, de ha végig gondoljuk, hogy mi volt a legnagyobb baja mindig is a Microsoft operációs rendszereknek, nem Linuxos szempontból, hanem szűken Microsoftos szempontból, az, hogy Isten tudja, mióta hordozták magukkal ezt a 16 bites, 32 bites kompatibilitási problémát, tehát nem csináltak egy tiszta új rendszert, hanem jó az NT, de rakjuk bele a 16 bites alkalmazások futtatását, meg nem tudom, mit tegyünk bele, és ezzel haza is vágták az egészet. Bocsánat, szóljatok mindig, ha ilyen felugró ablakok jönnek, és akkor eltüntetem őket. Így van. Tisztára olyan, mint a Windows. Megjelent az IE 10-es verziója, ami 64 biten képes, truly 64 biten futni. Hát gondolom ez akkor kell, hogyha akkor a weboldalaid vannak, amik 2 vagy 4 gigabájtnyi memória címtérben nem férnek bele. Láttunk már ilyet, ne nevessetek, én láttam olyan könyvtár kezelő programot, ami 2 gigabájt alatt el se indult, és ez egy egyetemi ilyen pályamunka volt, tehát le kellett adni, nem a Wikileaksnek vagy a Wikipédiának a könyvtárát kezelte. Ezt igazából a végén kéne megmondanom, de hát annyi változást hozott a felhasználók életébe. Tehát, hogyha végig gondoljátok, hogy a Windows felhasználók nagy része, itt odaülteted mindenféle képzés, vagy akár képzés után is egy Windows XP, vagy Windows 7 után egy Windows 8 elé, annyira nem fogja találni a dolgokat, annyira nem esik neki kézre, hogy majdnem olyan lesz, mintha egy Ubuntu elé ültetted volna. Viszont az árversenyt egyértelműen az Ubuntu fogja nyerni. Tehát érdemes ezt így figyelembe venni. Beállítottam magamnak egy ébresztőt, hogy el ne felejtsem abba hagyni majd az előadást. Jó, nagyon sok érdekessége van még a Windows 8 desktopnak, de szerintem ugorjunk tovább, mert itt nem meggyőzni akarok senkit arról, hogy desktopot használjon, viszont Linuxos munkáink során biztos, hogy nagyon sokat fogunk találkozni Windows szerverrel, Windows 8 szerverrel. Hát tessék, kapaszkodjatok, mindenki ül, kivéve én, majd én itt megtámaszkodom. Grafikus felület nélküli Windows szerver. Lapozhatnék is, tehát hogy többet erről nem is lehetne beszélni. Ha belegondoltok, én még emlékszem olyan vitákra, hogy amikor így mit tudom, Microsoftos emberkék beszélnek arról, hogy grafikus felület nélkül, de hát egységes felület kell, a mindenhol ugyanaz legyen, a felhasználók elboldoguljanak, és ugye mennyivel több Windowsos rendszer gazda van, átlátható a felület, és akkor ott kattingatunk, meg ez a konzol halott, azok már a Unixok, úgy, atya úristen, hát az parancsolva, gépelnek valamit, hát teljesen fölösleges. Ezt a képességet a Unix születése óta tudja. Tehát ugye előbb volt grafikus felület nélküli Unix, mint grafikus felülettel rendelkező Unix, vagy kb. Egy időben, de sose volt összekötve ez a két képesség. Ez lesz a default install. Ez a második sok, ugye? Tehát, hogy ha föltelepítünk Enter Next Finish-sel egy Windows szervert, akkor az grafikus felület nélküli lesz. Szűken beleférünk 3 gigabyte-ba. Tehát egy igazán slim rendszer lesz. Főleg azért, mert az alap installnak 16-20 gigabyte-ot ajánl. Tehát ez tényleg azért fogtak rajta sokat a fiúk. És ez ennyire rá fog férni? Persze. Szuper. No, figyelj, utána elbeszélgetünk. Már csak 5 percem van, és mi van rengeteg szlájdom. Miért jó ez? Unixon nem nagyon kell hangsúlyozni. A cégem, ahol én dolgozom, és amivel foglalkozunk, információbiztonság, hálózatbiztonság, stb. Mindenféle biztonság. Minél kisebb a kódbázis, annál kisebb a támadási felület. Ugye felesleges kódot nem tartalmaz a cucc, ezért az, amit nem használsz, nem támadható.
első példát meg is mutatták a crisisosok, a doku rendszer, vagy hát a doku rendszer az egy vírus, vagy nem tudom micsoda. Egyetlen egy Windows verziót nem érintett, ezt a core cuccot, és pedig azért, mert a TrueType font feldolgozó rendszer a kernelben, a Windows kernelben, hangsúlyozom, olyan hibát tartalmazott, ami távoli kódfuttatás és távoli irányítást tett lehetővé. Tehát már megérte levenni a grafikus felületet, egy ilyet kifogtak. Jó, hát oh my god, 2. PowerShell az nem újdonság, tehát az eddig is volt, viszont most csináltak hozzá olyan 2-300 vagy 2-3000 kis kódsznipletet, ilyen kóddarabkákat, és most már azt állítják, hogy amit grafikus felületről meg tudsz csinálni, azt meg tudod csinálni parancsorból is. Ugye? Tehát a halott parancsorból, ami Unix pistikék, ahogy szokták mondani, ilyen jól öltözött öltönyös, meg egy ilyen kockás, zsíros hajú Unix pistikék ott püfölnek valamit a command line-ba, és ők, de hát azt nem. Most már ők is tudják, tehát azt gondolom, hogy ez is egy figyelemre méltó újdonság. Jó, hát nézzünk néhány ilyen kis tényadatot, hogy miket tudnak még, milyen újdonságok vannak. Native ISO mounting, tehát nem kell külső programot fölhegeszteni Windowsra, ha egy ISO fájlba bele akarok nézni. Hát MKISOFS talán még nincs parancsorból, azért még nem tudunk CD-t csinálni, de ha letöltünk egy ISO image-et, fel tudjuk mountolni. Igazából valószínűleg 96 előtt tudta már a Linux, de tekintettel arra, hogy csak éjszaka tudtam dolgozni nagyon keveset, és általában akkor is viccre kellett adnom a cumit a gyereknek, kicsit zilált voltam, a Google keresője, az a baj, hogy ha rosszul állítasz be egy rendszerórát egy webszerveren, a Google azt fogja mutatni, hogy annak a dokumentumnak a találati ideje az mint 1970. Nyilván akkor még Linux nem létezett. A hiteles találatok közül azt tudtam kiszűrni, hogy 1996-ban már a how-to-kba és ilyen manuálokban benne volt, hogy kell ISO-fájt felmontolni. Ethernet bonding, van két Ethernet kártyád, összefogod őket, ugyanaz a hálózati forgalom megy rajta a különböző metódussal, terhelés elosztva, failoverbe, stb. Most már ezt is tudja a Windows 8 natívan, nem kell hozzá pénzért vagy varezolva külön toolt szerezni. Ezt se tudja rég a Linux, kb. 10 éve, 11 éve. DHCP failover, megint csak egy viszonylag újdonság a Unix világban, idestova 8 éve tudja a megfelelő DHCP szoftvernek a stabil, támogatott, széles körben kipróbált release-e, míg mondjuk ezt most fogják bevezetni a Windows 8-ban, reméljük hiba nélkül sikerül ezt mind implementálni. Jó, nem is vesztegetném a szót, itt láttok pár újdonságot még, hogy mi az, amit implementálnak, és mi az, amiket most már tudni fognak. Sikerült lapoznom? Még nem, ugye? Jó, hát igen. A Windows Server, Windows 8 Server az VMware gyilkos lesz, ezt mondják a marketingesek. Nem fog rajta futni, így van. Tehát megölni. Én inkább amennyire tudom követni az eseményeket, kezdi utolérni képességben a VMware utolsó stabil termékének a képességeit, a vSphere, vagy mi ez, nem bocsánat, ez a vSphere, és a Hyper-V3-as verziója. Ha esetleg a VMware-nél mondjuk cecelégy megcsípne mindenkit, és ilyen államkorba esnének, vagy nem tudom, elmennének sörözni fejlesztés helyett, akkor valószínűleg utol is érnék őket, sőt le is hagynák őket. De ha megnézzük ennek a két terméknek a fejlődését, az látszik, hogy a VMware folyamatosan piacvezető, innovál, nem tudom, és a Microsoft próbálja utolérni. Tehát ugye az elején tagadták, aztán tiltották, és most már terjesztik a virtualizációt. Először ugye Steve Ballmer azt állította, hogy ez humbug, kamu, nem tudom mi, megvásároltak egy céget, lett a Microsoft Virtual PC, vagy nem tudom mi, az egy isten csapása. Aztán rájöttek, hogy kéne egy sajátot csinálni, akkor nekiálltak fejleszteni a Hyper-V-t, és most már azt állítják, hogy igazából már lenyomtuk a VMware-t, már csak egy nagyon kicsi van hátra, és akkor mi leszünk az urak. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy egyébként szépen fejlődik, tehát ha jó dolgokat akarunk mondani, akkor jó irányba szépen fejlődik a Hyper-V. Hát a beharangozott nagy újdonság mindenhol, szerintem minden fórumon, meg mindenhol megjelenik, hogy a Windows 8 futni fog ARM processzorokon, és ez nagyon jó, mert az ARM processzorok keveset fogyasztanak, mindenféle ilyen kütyükbe is ez van, tehát akkor nem kell portolni, nincs Windows Phone, meg nem tudom, akármi Windows 8 futhat ezen is. Erről majd egy kicsit bővebben beszélek még a következő szlájdon. Itt azt láthatjátok, hogy
a Windows operációs rendszerek hányféle architektúrát támogatnak, a Linuxok, meg mondjuk a NetBSD-k. Ott azért vannak azok áthúzva, mert a 351-es első NT ezeket még támogatta, addig, amíg a Microsoft meg nem vásárolta ezt a céget, majd amikor megvette, kijött a 4-es NT, ezeket kihúzták belőle. Tehát gyakorlatilag az X86-os architektúra ARM és Itanium processzorokon fut Windows, illetve hát most már majd az ARM-en is. Úristen, lejárt az időm. Szörnyű, még egy kicsit hadd húzzam. Itt azt látjátok, hogy azért Linuxon is van egy, mondjuk egy 20-as nagyságrendű BSD-n, a kenyérpirítót beleszámítva 58 platform támogatott. ARM-en a gyakorlatban ez azért nem eszik olyan foronakását, az ARM architektúrán nem fognak futni Windows 32-es natív kódok. Tehát binárisan nem lesz kompatibilis a két platform. Egy bináris kompatibilitási lehetőség van, az a Windows Runtime vagy Windows RT, amit abban írnak meg, az futni fog ARM-en is, meg futni fog Windows vagy hát X86-os architektúrán is, de mondjuk ilyen, hogy Word, .NET-ben írt alkalmazások és más, ami így nem terjedt el nagyon az üzleti világba, tehát nem írtak kismilliárd alkalmazást .NET-be, ezek nem fognak futni ARM-en. Én arra tippelek, hogy inkább a tablet, PC, mobiltelefon support miatt csinálják egyelőre ezt, mert maga a szerver architektúrára nincsenek felkészülve még, hogy azon is futtassanak alkalmazásokat. Jó, hát a Unix világban erre nem nagyon van példa, hogy ilyen szintű legyen a kód támogatottsága vagy nem támogatottsága. Legmelegebb téma Secure Boot, biztos olvastatok róla a fórumokba. Nem szeretjük a Secure Bootot. Miért nem szeretjük? Mert ez egy olyan új specifikáció, tudom, végén van, még 5 percet kérek. Ez egy szabvány, ami le fogja váltani a hagyományos BIOS-okat, és a Microsoft előírta azt, hogy aki Windows 8 ready akar lenni, annak ezt a Secure Boot opciót be kell kapcsolnia, be kell tudni kapcsolnia, vagy képesnek kell lenni bekapcsolnia. Na ez az, ami nincs pontosan leírva a specifikációban, hogy ki kontrollálja a bekapcsoltságot. Nagyon röviden ez mit jelent? A bootloader, vagyis hát maga a BIOS, csak olyan rendszert enged elindulni, legyen az bootloader vagy kernel, ami digitálisan aláírt, és ő le tudja ellenőrizni ezt a digitális aláírást, hogy ez megfelelő. Tehát ezt gondoljátok végig, mondjuk saját fordítású kernel, open source cuccok. Valószínűleg a Microsoft nem fog minden disztribúció, minden kerneléhez, minden bootloaderéhez ilyen aláírást kiadni. Tehát ha ezt a hardware gyártók kötelezővé teszik, akkor nem fogjuk tudni bootolni a rendszereinket. Jelenleg most már azt nyilatkozzák a hardware gyártók, hogy nem így fogják csinálni, hanem a BIOS-ba belépve ki be lehet kapcsolni ezt a Secure Boot-ot, és akkor azért ez így sokkal jobb lesz. Majd meglátjuk. Extra gyors boot. Ugye, tehát nem olyan rég még a Linuxosok egymás között, hogy az enyém 7 másodperc alatt bootol. Hát én sem bírom olyan sokáig, mint ahogy az bebootol, ugye. Most beszállt a Microsoft is a versenybe. Ők úgy oldják meg ezt, hogy a kernel hibernálódik. Mit jelent a hibernáció? Kiírjuk a kernel tartalmat a diszkre, az alkalmazás térbe futó cuccokat meg kilőjük, mintha leállnánk. Nem is mondtam semmi csúnyát, csak gondoltam. Mi ennek a lényege, hogy amikor újraindul a rendszer, akkor betöltődik a kernel, és onnan viszonylag gyorsan a hibernáltság állapotából, és akkor el tudnak indulni rajta az alkalmazások. Azt azért vegyük figyelembe biztonsági szempontból, hogy hibernáció során érzékeny adatok fognak kiíródni. Kernel, memória, jogosultság, anyámtyúkja, mindenféle dolgok, azok ott lesznek kiírva diszken. Ilyenkor már mondjuk érthető, hogy miért várják el a Secure Boot-ot, hogy ne lehessen mindenféle boot pendrive-val meggyógyítani a rendszert. De mondjuk miért ne lehetne Windows 8 pendrive-val meggyógyítani a rendszert. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes feature, amire Linuxban más megoldást találtak. Tessék megkapaszkodni. A Windows 8 USB-ről is fog futni. 2001 óta fut a Linux USB-n, ez 10 éve van. Azért nem kell megijedni, tehát mondjuk a Home Edition, meg az otthoni egyéb dolgok nem fognak futni, csak az Ultimate Edition, ami a legdrágább, tehát általában az olyan 3-4-szer annyiba kerül, mint a legolcsóbb. Így van, tehát jól mondod. Ami a sokkal durvább az az, hogy licenszelési problémák vannak, tehát hogy hány pendrive-ra írhatod ki a Windows-odat. Hogyha kiírod egyre, ugye akkor még, az még megengedett? És hogyha kettőre? Vagy csak ugyanazon a gépen bootolhatsz pendrive-ról, amire megvetted az OEM Windows 8-adat? Vagy másra? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy jó hír, hogy szerényebb az erőforrás igénye a Windows 7-nél is.
Tehát ez tényleg ez tapsot érdemel, csodás. Ez egy nagyon új irány. Jó, nagyon gyorsan, mert már tényleg elfogyott az időm, néhány újdonság, beépített gyári állapotra visszaállás, tehát ilyen faktor... Cancel. Miért nem érdekel titeket ez a szép ablak? Visszaállás, egy kattintással visszaáll nektek gyári beállításokra a Windows, tehát őrület, hogy ilyeneket tudnak. Mondjuk azt nem tudod megmondani, hogy tartson meg valamit a régi beállításait közül, vagy hogy mi rájön, viszont nem eredeti gyárira visszáll. Talán ehhez hasonló lehet a DPKG reconfigure-ról, amikor vissza tudod konfigurálni az eredeti állapotokat. Windows Store, tudsz szoftvert venni a netről egy klikkel. Mondjuk Linuxon nem feltétlenül kell venned, hanem csak klikkelned kell, és akkor már van. De ez is nagyon nagy újdonság mindenképpen. SkyDrive, hát ez olyan, mint a Dropbox és a többiek, mindenki szeret az adatainkba keresni, meg indexelni, és személyre szabott hirdetéseket küldeni nekünk, ezért adnak ingyen tárhelyet, hogy oda töltsük fel a dolgainkat. Egy kisebb újdonság, amit ugrok is, mert nincs rá időm, az pedig az, hogy a háttérben futó cuccokat szépen ilyen Ctrl-Z-szerűen megállítja a Windows, hogy CPU-t ne egyen, csak memóriába azért ott legyen és vissza lehessen hozni. Gondolom ezt is a telefonokra találták ki, és nem a desktopra, tehát hogyha mondjuk futtatsz ott egy CD-írót, amiről elváltasz, akkor az nem fog megállni. De ki tudja, tehát mindent nem lehet ismerni. Jó, mit adtak nekünk a rómaiak helyett, ugye a klasszikus kérdés, de mit adtak nekünk a redmondiak? Azt gondolom, hogy egyrészt több száz olyan feature-rel gazdagodott a Windows, amit más oprendszerek nagyon régóta tudnak, és végre kezdi utolérni őket a Windows is. Ami számomra a legszimpatikusabb Windowsba, tudom, ez pervers dolog, egy FSF konferencián ilyenről beszélni, az az integráltsága a megoldásaiknak, ami egyébként a kerékkötője is, de hogyha össze kéne raknunk egy olyan környezetet, ahol itt mindenki, aki itt ül, legyen jogosultsága, be tudjon lépni és hozzáférjen a fájaihoz, valószínűleg Windowsos profi előbb összerakná, mint egy Linuxos profi. Tehát itt AD-ra gondolok, tehát single sign-on-os azonosítás, nem tudom mire. Ez az, amiben még a Linuxnak sokat kell fejlődnie, hogy jó legyen. Most már nagyon kínosan csúszom. Jó, még egy slide van. És végem. Miért jó nekünk a Windows 8? Ugye itt egy kis játék a miért jó nekünk a Windows 8? Sok dologban szakít a korábbi Windowsos dogmákkal, tehát egyre inkább Unixosodik, parancsor, grafikus felület hiánya, talán alternatíva, hogy válthatsz két felület között és így tovább. Sok felhasználót fog ledobni magáról ez a sok változás, tehát sokan fognak alternatíva után nézni, és itt a lehetőség arra, hogy a Linux egy kicsit a desktop téren szerintem nagyot markoljon. Illetve ami nagyon fontos még, hogy lenyomja a korábbi Windows verziók árait, ez meg üzleti szempont, hogyha meg kell venned már egy Windowsos megoldást, és mondjuk nem feltétlenül Windows 8-ra van szükséged, akkor meg tudsz venni egy olcsóbbat, egy korábbit, ami pedig adott esetben lehet használt szoftver is. Ennek nézzetek utána, lehet legálisan használt szoftvert venni, használt Windowsokat venni, a töredékért az eredeti árnak. Jó? Nálam is lehet, igen. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a kérdésért.